Dallal és tánccal várta április 22-én a település lakosságát a Kerepesi Páva Köregyesület. Ezen a napon színpadra léptek a kisvirág gyermekei és az idősebb generáció képviselői egyaránt. A rendezvényen elsőként Franka Tibor polgármester méltatta az egyesület munkáját. Büszke ilyenkor egy polgármester, amikor ilyen kulturális rendezvénysorozatot tartunk, és ugye ennek az előzményei épp a tanárúrral beszélgettem, hogy 2008-ban volt 10 éves a kisvirág, akkor Óbudán egy színháztermet béreltünk, és jövőre lesz 20 éves a kisvirág. A Pávakör meg még régebben kezdte, és 5 éve egymásra találtak, mert így a kisvirág és a Pávakör együtt többet tud anyagilag is összeszedni, mi is jobban tudjuk támogatni, és hát ugye a korosztályok műsorai így jobban megfogják a közönséget, mert gyerektől a nyugdíjasig sokféle produkciót tudunk így előállítani. Úgyhogy én őket is mondtam éppen, hogy nekik mondanám, de remélem hallják, hogy gratulálok nekik, csak nem 100 emberről van szó, akik tényleg mást is csinálhatnának, elsősorban gyerekek. Az a jó, hogy ide járnak és nem máshová, mert hetente a próbák, estében nyúló próbák, kemény dolgok, és jó társasági élet van közöttük, és nem máshova megy a fiatal, hanem kultúrát tanul, hagyományokat tanul. Megtanulja, hogy miért éppen Kerepesen lakik vagy él, vagy miért éppen ezt a kultúrát képviseli, amit képvisel. Tehát azt gondolom, ez a legfontosabb. És hát ugye divatját éli a hagyományőrzés, hál' Istennek, hogy visszatért ez a nemes hagyomány, hogy hagyományt őrizzünk, és a kerepesiek ebbe élen járnak, és ez egy külön öröm. Zombori Hubertné, az egyesület vezetője, köszönetet mondott az őket kísérő kóborzengő zenekarnak, a nézőknek és mindazoknak, akik bármilyen módon segítették és segítik ma is az egyesület munkáját. Aztán kezdetét vette a tavaszváró műsor. Zombori Hubertnét a program céljáról kérdeztük. Tavaszköszöntőt szerettünk volna itt bemutatni, mutatunk be a lakosságnak. Hát várjuk, hogy tavasz is legyen, hát ha megjön, akkor ha ilyen műsorral készülünk. És az egyesületről annyit, hogy több mint 100 tagja van. És ugye minden korosztály megtalálható, elmondhatjuk az elsőstől a 81 évesig. Mindenki, és mindenki megtalálja a neki való táncot, éneket, tehát itt jól érzik magukat az emberek, jól érezzük magunkat, igyekszünk a hagyományokat felkutatni, bemutatni. Az egyesület széles repertoáron működik, hiszen kiállításokat szervezünk, táncházat, tábort, játszóházat, fellépéseken részt veszünk, ja, és szlovákul tanulunk, a szlovák nemzetiségi önkormányzatunk jó voltából. Tehát mindent igyekszünk besűríteni, tehát hétről hétre járunk próbálni. Picik, nagyok egyaránt. Ez a mai műsor, ez nem a teljes repertoárunkat fedi le, ami a Pávakörnek a tarsójában van, hanem válogatva szeretnénk bemutatni azokat a táncokat, énekeket, amiket nagyon szeretünk, amikre nagyon igyekeztünk, és szeretnénk, hogyha a városnak a lakossága ezt megismerné, hogy mit is művelünk mi ebbe az egyesületbe, és hogy megismerné, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog énekelni is, meg táncolni is, de
de annyira szívesen csináljuk, és elmondhatom azt is, hogy igazi közösségé alakultunk. Picik nagyok egyaránt. Igen színes a műsor, tehát a népdaloktól, a magyar, a szlovák népdaloktól, és egyéb népeknek a népdalait lehet megtekinteni. Például, hogyha azt mondom, hogy a Zorba, vagy ez a kalap emelgetős, tehát lesz ebbe görög, bízom benne, hogy ez is nyeri a tetszését az embereknek. Mindent, ami érték. Tehát semmit olyat, aminek nincs értéke. Ez a hitvallásunk. Értéket teremteni és közvetíteni.